Igaz, hogy nem voltál moziba még életedben? Nem voltam. Nem? Azt még nem voltál, hát mert te egy ilyen karakászékely ember vagy, azt nem mész moziba? Hát nem. Mesélj, én nem csak semmit. Na hát, nincs mit meséljek végül is, ha nem kérdeznek, akkor nem nagyon lehet. Bármit mondasz, de na, úgyhogy én azért mondom, én nem kérdeznék, hát... De merre voltál más országban? Más országban nem voltam még. Erdélyben merre voltál? Hát Erdélyen át utaztam, mindig is voltam mindenhol, Nagyváradon, sok helyen. És ezek ilyen rokonlátogatások, vagy turizmus, vagy átutazás magyarba? Ja, igen, átutazás. Átutazás magyarba. De akkor is este volt, úgyhogy nem láttam a várost. De most azért Pestet kicsit azért elvittek ide-oda. Hát most már tudom, hogy néz ki. Jó, neked! Elvittek a Gellért hegyre, a Halászbástyára, a Parlamentbe, a Művészetek Palotájába, aztán a Népligetbe. Népligetbe? És a Művészetek Palotájába ott hallgattál is valami koncertet, vagy néztettek is valamit, vagy csak az épületet? Hát az épületet belülről. Tartottak csak neked egy ilyen exkluzív bemutatót? Igen. Hát apám, moziba se voltál. Édesapád, szüleid, ők mivel foglalkoznak? Hát ő kereskedő, zöldségeket hordott ilyen boltokba is. Uh-huh. Most ez a spanyol uborka, ez lehet, hogy... Ez lehet, hogy beteszíten a... Édesapád is ugye fiatal, akkor nagyszülők is megvannak, nem? Megvannak. Na, és de ők gondolom vidéken vannak. Vidéken? Hát minden szombaton kimentünk oda a falura, és ott távoltunk, megvoltunk. De. Az es volt, minden volt. De! Délután kis szülőkállás, vagy mi van? Nem. Vagy séta? Nem, hát csak úgy jártunk körbe, és néztük, hát álmultuk. Édesapád is szépen énekel, azt tudom, ugye? Hát a kádban igen, de máshol nem. De hogy jó hangja van, én ezt hallottam, ne, hát... Tehát, hogy valami... Vagy ezt rosszul tudom? Hát rosszul, mert nem. Jó, ez kész, nem kell folytatni, rosszul, mert nem. Pont. Igen. Tehát itt nyugodtan le lehet tenni, nehogy már fölöslegesen itten szaporítsuk a szót. No, te játszottál bizonyos hangszereken is. Igen. Na melyeken? Hát bizonyos hangszerek volt, a szintetizátor az volt tegelőre is. A szintetizátort hogy mondják erdélyesen? Hát szintetizátor. Szintetizátor, jó, csak azért, hogy képbe legyünk, igen? Na. Voltál ilyen kórustag is? Kórustag ilyen... nem voltam, oda nem vettek be. Nem vettek be a kórusba? Hé, az iskoláján! Kérlek szépen, van valami szlovák némber, aki téged ostromol. Szinte már így... úgy is. Úgy, igen. Na, mit lehet róla tudni? Én semmit nem tudok róla. Na, várjál, de nem én vagyok a hülye, mindjárt meg lesz a... igen? Én nem tudok semmit, de valahogy úgy jött a hír, hogy felhívott egy újságíró, és megkérdezte, hogy tényleg van egy szlovák barátnője Attilának, és mondja, ki? Ki az? Hát, fú. Lehet, hogy nagyon bátor volt, és meg akart jelenni újságba, vagy ilyen helyeken, de hát... De mondd, és a győzelem óta otthon nem is voltál? Nem. De mi lesz Kéznivásárhelyen otthon? Megsüvegel a polgármester, vagy a nép, vagy kikülállni a balkonra, és azt mondani, hogy hello everybody, vagy mi lesz? Hát tudom. Mi hát nagyszülőkkel beszéltél? Persze, velük mindig beszélünk, úgyhogy... Szóval képben vannak, és ott... Na várja, ők már elég messze vannak ott, lehetett az adást fogni? Persze, persze. Nagyon jobban. Jobban fogjuk, mint a román adókat. Hát ezt megértem! Köszönjük szépen! Hagyj egy ötös! Hát kedves Attila, megkerülhetetlen tekintve, hogy mindenki valami produkcióval tisztelt meg bennünket, és ezt köszönjük, tőled mit hallunk? Vagy majd kiderül? Igen, kiderül. Kiderül, tessék, parancsolj!